Fényszilánkok és ékes jelek címmel meghosszabbított kiállítás várja az érdeklődőket a Királyhelmeci Regionális Majláth József Múzeumban. Molnár Virt Rozália és Valacsai Olga művésznők alkotásaiból közösen nyílt meg az országjáró vándorkiállítás. Ezek a képek hát, különböző szilánkokból készültek. A művésznő mindig, akinek készíti, beszélget vele, és ezáltal ő már így bele tudja élni magát, és ezáltal készíti el a képeket. Több tematikában készülnek a képek, a legtöbb egyházi tematikában. A felvidéki Őrsúly falun élő Molnár Rozália autodidakta módon 3 éve kezdett foglalkozni a fényszilánkokkal. Üvegmozaikjai által a közönség elé tárja saját belső világát, melyet a mindennapi imák és elmélkedések töltenek ki. A kompozícióiban mesterséges fényforrásokat is használ, önmagában is figyelemfelkeltőek ezek a képek, de így megvilágítva mégis kontrasztosabbak. Gyakran megjelenő motívumok alkotásain a gyökereivel földbe kapaszkodó fa, melynek az ég felé nyújtózó ágait a szivárvány színeiben tündöklő lombok ölelik körül. Valacsai Olga pedig úgy kapcsolódik Molnár Rozáliához, hogy nagyon régóta barátnők, kezdetben együtt dolgoztak. Olga, ő továbbra is pedagógusként tevékenykedik, nagyon sok kézműves táborban is részt vett. Itt különféle kézműves technikákat is kipróbált, mégis ez az ékszerkészítés volt ez a technika, ami leginkább hozzá közel állt. Kezdetben csak családjának készítette ezeket az ékszereket, később így, ahogy látták a családhoz közeli ismerősök, már nekik is, és aztán Olgának az ötlete alapján közösen alkották meg a kiállítást, és így lett a fényszilánkok és ékes jelek kiállítása. A látogatók szeptember elejéig nézhetik meg a művésznők alkotásaiból készült gyűjteményt. A Regionális Majláth József Múzeum következő kiállítása Kopasz Viktor fotográfus Latorca tematikában készült fotósorozatából várható.